Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot a Magyarországgal, a magyarokkal, ez olyan furán hangzik. Szóval magyar területen Levente császárral, aki vagy fél napja került a trónra nagyjából. Apja nemrég halt meg, a Tamás, méghozzá a közvény miatt, és intelligens gyermek, azért a statjai nem olyan fantasztikusak, Prowess 26 teljesen rendben van, kicsit visszahúzódó, szóval valószínűleg nagyon stresszelni fogunk vele, igazságos és visszafogott. Nem ez a legjobb szó a templetről, hogy visszafogott, de hogy ilyen nyugodt hangulatú. 14 per 10 a doménneknek a száma, viszont kiküldtem megházasodási ajánlatot, úgyhogy ez nem sokára meg lesz. Összeraktam a tanácsomat még az előző rész végén, mindenkinek megvan a feladata, és nem is tudom, ja igen, tudom, az volt nekem itt a célom, hogy elmenjünk vadászni, úgyhogy én el is megyek vadászni. Tudok ma menni vadászni? Szerintem tudok. Vagy tartsak először egy tornamentet. Nem, vár a vadászat. Plant Hunt, Falconry, nagyon sok pénzt örököltem az apámtól, úgyhogy a pénznek nem leszünk szűkében. És akkor ide kell mennünk vadászni, igaz? Goose Sighting, vagy ide, korábbia. 3-2 és 2 mínusz, 3-1 és 2 mínusz, jó, ide korábbiába megyünk vadászni, a legdélebbi határra. És viszek magammal képzett lovagokat, illetve még egy adag extra védelmet is. Útba ejteni, nem ejtek most útba semmit, majd talán legközelebb. Ja, majd talán legközelebb. Mindenből a legnagyobbat, a legdrágábbat. És a célunk az a pihenés. Hé! Hova lett a sapkám? Én átvettem a sapkámat. Goddammit. De most már legalább gyorsan megtalálom. Sapkám, hát a koronámat. Szóval most gyorsan megtalálom, mert ezt kell figyelni, hogy hol van ez a piros rész. És itt van a Hungarian Royal Crown. Ami, hát ugye az, ami nekünk a lényeg. Alig várom. Császár van, long live the emperor. Igen, that's me. Travels of Camp. Végül nem házas? Lehet, hogy végül nem házasodtam meg. Joins, I'm not interested. Nem érdekel. Te ki vagy? Zrinski Gellért. Nem, sajnos nem érdekel, hogy ő mit tud nyújtani. Shadow of Fame, Twilight. Leszek én olyan híres, mint a Tamás? Hát szerintem igen, mert ő nem hiszem, hogy... Én nem hiszem, hogy annyira nagyon magas presztízsű karakter volt. Jó, hát volt presztízse szépen, nem azt mondom. Szerintem egy nap elérjük az ő szintjét, hát előttünk van legalább, nem tudom, 60 év, annyi nincs, de 50 mindenképpen. És közben meg is házasodtam, 14 per 11, így a földeknek a száma. Még azt átállítom, és akkor presztízset farmolunk vele. Átállítom Manage Domain-re, ez ugyanúgy 14 per 11 maradt. Jó, akkor tehát három területet kéne odaadnom. Zágráb, Szerém. Hát ugye ezeket nem lehet, Gömör, Borsod, ezeket nem lehet. És ezeket meg nem szívesen, itt amik itt vannak. De muszáj lesz, ez itt négy terület. Ez itt, mondjuk Zágrábot odaadhatjuk valakinek. Persze nagyon szépen kiépítettem meg mindent, vagy Szerémet. De annyira nem érzem fontosnak. Milyenek a bevételek ezeken a helyeken? Zágrából 10... Ja, igen, ezt ilyenkor nem tudjuk összehasonlítani. Ok. Közjáték. Gyurgyevó. Az nekem nem kell. Ezt nyugodtan adhatjuk. Azt még apánk azért tartotta, hogy majd az öröklés az így rendben legyen. Nem tudom, van nekem öcsém. Van a Benedek. Benedeknek odaadom. Menjen Gyurgyevóba. Hogyha valami történne vele, még csak 11 éves, ha valami történne vele, akkor így járt. 13 per 11, tehát két földet még így is ki kéne osztanom. Szerém, az egy 32-es development, Zágráb 27-es, szóval annyira nem rosszak. Az itt a távoliak, az 47, 53, 52, viszont ezek sokkal jobbak, mint az. Az is tény. Az udvarban nem történik semmi. Legendás? Jó, akkor csinálj nekem egy legendás kardot, haver. Van ellene valami lázadás is, a Liberty Faction. Ja, ők mindenki most kicsit szeretné kihasználni azt, hogy minthogyha meggyengülni látszana a korona, de nem, ez félreértés igazából, nagyon erősek vagyunk továbbra is.
Zágrábot és Szerémet is odaadhatnám, hogyha meg akarom tartani itt ezeket a területeket. Ha nem, akkor innen kell kettőt odaadni, mert ezek tényleg nagyon fejlett területek. Casares, Merida. Annyi, hogy ezeknek rossz a kultúrája és rossz a vallása is. De csak ezeket kéne odaadni. Casares-t odaadhatnám egy... Próbáljuk meg nagyon öreg embereknek adni. Hát, hogyha az bejön, mert az néha bejön. Mondjuk Izsáknak, és akkor egy időre békén hagynak, meg Meridát odaadjuk. Szintén egy nagyon öreg embernek. Ugye időre ilyenkor békén hagynak, az a 76 éves Dénesnek. És hát, amire visszakerül hozzám, addigra feljebb megy ez a 11/11, mondjuk 12/12-re. Mert előfordulhat. Na, lássuk, hogy ez segít-e itt a lázadás ellen. Nem. Dénes abban a másodpercben csatlakozott a lázadáshoz, ahogy megkapta a földjét. Itt azért lehetne legalább egy kis idő, amikor megkapja a földet, de még nem csatlakozott. Nem csatlakozik semmifajta felkeléshez. Úristen, Viola, veled mi történt? Itt van egy gyümölcs, egyél. Nagyon rossz neki. Ez a vire meg fog halni. Amúgy nem. Wounded, unknown plant sickness, de viszonylag jól viseli. Közben itt megnyerte Queen Aniko a háborúját. Ő a hugom. És közben én megérkeztem. Huntot ír, de szerintem ez Falconry. Nem mondod, hogy rosszul kattintottam. Ja Istenem, mindig rosszul kattintok. Szóval akkor most vadászunk. Persze, sure, remek. Pedig én Falconry-ra akartam menni, mert az öcsébent hiányzik. Tudnélik, de mindegy. It's fine. És már is teres a feleségem, ez azért gyorsan ment. Illetve Bugeacot megörököltem itt a Mihálytól. És egy nagyon jó könyvet is örököltem vele. Ott valami lázadás van ellene? Jó, hát azt leverjük, vagy nem tudom, valószínűleg lázadtak ellene. Ez milyen lázadás? War against Tyranny of Duke Mihály. És ezt muszáj nekem csinálni? Most mégiscsak azt írja, hogy madárral vadászunk. Swan vagy Pheasant? Menjünk a Pheasantre. Akkor én is kattintottam mellé. Ez olyan fura nekem, hogy nem egyértelműsíti ezeket a dolgokat. Witchcraft, úristen, ne csinálja, taksony. Nem jó, ne köp ki. Let's find the beast. Success chance növekedett, közben nyertem egy csatát. 3 év, na jó, most kell hozni a seregeimet. Menet armsok elég elegek lesznek. És közben a lázadókkal is foglalkoznom kéne. Ha lenne egy másodpercem. Ott hagyjuk és Stepan Pulaktevőrt a csapdában. Persze. Nem tudom ő ki, nem annyira aggaszt, hogy vele mi van. 8 hónap még a lázadásig. Nem vagyok túl népszerű. De nem baj, mert meg tudjuk csinálni azt a... Azt hiszem, lelőttünk valamit. Szóval meg tudom csinálni azt az exploitot, hogy... Crown Authority. Exploit. I will keep the feather. Vagy adhatom Artemiosnak. Én megtartom, bár nagyon sok szükségem nincsen rá. És most kaptam meg ebből a Hunter trait-et. És 22 Falconer Experience-et. Nagyon jó. Kérdés, mi ez, hogy 8 menetarms? Hol a többi haver? No unraised menetarms at the moment. Miről beszélsz? Várj, lehet, hogy a seregem közben itt van. Oh! Oh, oké. Okay. Ezek azóta menetelnek, te jó ég. Róluk kicsit elfeledkeztem. Gyertek haza. Ugye nem tudom őket diszbandolni. Vagyis lehet, hogy tudom. Nem fogom tudni. Xenophilic Tradition. Az jó, mert úgyis xenofil akartam lenni. Apánk is... apánkkal volt ez a terv, hogy xenofilba átmegyünk. És sose fog megérkezni már? Közben segítek ezen a jóskán, vagyis megmondom, hogy a kapitánynak is segítsen. Te beakadtál? Nem. Jó. Viszont nem tudom diszbandolni őket, csak hogyha hazaértek. Az rossz, mert ők ugye morzsolódnak le. És ezzel növekszik arányosan a frakciónak az ereje. A forint rate.
We have enough room for... Ezt nem mondhatom. Bocsánat. Mert én nagyon visszahúzódó vagyok, nincsen szükségem emberekre körülöttem. Fine, keresünk egy jobb utat. Ahogy itt is. Itt van a legközelebbi átkelőt. Jó ég. Jó messzire el kell menni. Minden megtörténik, minden is megtörténik ezen az úton most hazafelé menet. 121, 5 hónap. Hú, ez a sereg, ez jó, hogy ott ragadt. Sose fog hazaérni. Te jó ég. És ugye addig nem tudom lezárni ezt a lázadást sem. Vagy itt igen, mert hogy nem tudom visszavenni az erődöt, mert az ostromgépek azok mind Afrikában vannak. Jó, mit lehet tenni aznak érdekében, hogy ti ne lázadjatok fel? Bár akár fellázadhatnak felőlem. Bihar, neked mondjuk, hogyha adok egy ajándékot, az nem lesz elég. Van-e köztetek greedy? Te például greedy vagy. Mi van, hogyha adok neked ajándékot? 49 vélemény, az nem, elég, nem lesz elég. Sajnos. Te is greedy vagy. 49 vélemény. A 49 vélemény az nem jó. Ahhoz legalább, nem tudom, mennyinek 30-nak körül kell lennie, 30 körül kell lennie, hogy ez a 49 vélemény az a kívánt eredményt hozza. Hol áll a seregem? Hát sehol, tehát hogy basszus. 4 hónap még át kell, értem, hogy, hogy a Szahara sivatagon megy át, közben 6000-en már meg is haltak a legutóbbi óta, hogy ránéztem. 50%. Ezt lezárhatjuk ezt a háborút egy fehér békével? Mert véled alapvetően nincsen problémám. Tehát zárjuk le fehér békével, és utána pedig kiosztogatom ezeket a földeket. Ugye odaadom Lapusnát egy magyar kultúrájúnak, meg Chiliát egy magyar kultúrájúnak, és valamelyik kettejük közül, de miért után mindegyik? Too many duchies. Tényleg too many a duchim? Milyen duchik vannak most nálam? Hát nálam van nyilván Nyitra, oké. Okay. Szirmia az nem kell, vagyis de, mert azt megtartottam. Munténia. Munténia nem kell, azt odaadhatom az ecsémnek. Bár nem akarok túl sok hatalmat adni neki. De odaadom az öcsémnek, hát ha akkor jobban fog kedvelni ő is majd, hogy a felnő. Munténia. Oké, okay. Meg ezt is megkapod hozzá. Grand Vessel 5. Remélem, hogy ezzel... Más terület nem megy, ami nem kéne, hogy oda tartozzon. Jó. Ő most nagyon kedvel. Mi van még nálam? Ez nyilván nálam van, ezt is oda kell adnom. Badahoz az a királyság, Canarias. Az például miért van nálam? A Kanári szigetek. Arra semmi szükségem. És mindegyik halálosan gyűlöl. Madeira az a Kanári szigetekhez tartozik? Igen. Oké, a madeirai nem gyűlöl halálosan, úgyhogy neki ajándékozom. A Duchy of Canarias-t. Jó. Aztán akkor itt most már elvileg jobban kedveltek. Ez a Lapusna ilyen szimpatikusabb. Úgyhogy neki adom ezt a részt. Bugeacot. Oké, és akkor maradt nálam még. Jó párat meg kell tartanom, de nem az összeset. Szirmia kell. Szlavónia, az kell. Badahoz, az kell. Oké, 4 maradt nálam. Azért az talán már nem annyira rengeteg. Ebben megegyezhetünk, hogy ez így, az egy tűrhető? Egy hónap múlva lázadnak. De most már, ha neked adok ajándékot, akkor te nagyon fogsz szeretni. 82-re, és kilépsz a lázadásból. Meg te is, igaz? Te még pont nem. De, 86. Nektek ki kéne népnetek? Ki Ilona néven született egy lányom, és ő most egyenlőre az örökösöm. Haverok, srácok, 80 fölötti vélemény, ki kell lépni ilyenkor már a lázadástól, a lázadásból anya azt mondta. Goddammit, annyira imádom, amikor nem működnek a mechanikák úgy, ahogy kellenének. Na végre egy kilépett, és még így is elég erősek vagytok, mert az Oscar nem lépett ki, és ő adja 31%-át. Gyerünk, Oscar! Come on! 84-re kedvelsz! Most már ugye bármikor küldhetik az ultimátumot.
Haver! Légy szíves, gondold át ezt az egészet. Oké, mindegy. Akkor megcsináljuk az exploitot. Azért jó, hogy vannak exploitok, mert pont az ilyen hülyeségek ellen lehet legalább valamit tenni. Hogy az Oscar nem lép ki, miközben 80 felett kedvel. Nem, nézd meg! Fuck you, Oscar, you fucking piece of shit. Mi van, hogy most megöllek titeket, ha? Azt is megtehetném. De én visszahúzódó vagyok, úgyhogy jobb a békesség alapom. Azt mondom, hogy úgy tűnik nincs választásom. Tessék! Remélem boldog mindenki. Jézus Krisztus. Miért kell mindig a kicsit bántani? Új Clement, Castilia szerzett igényt Meridánra. Hát jöjjön a szvegyel, ha akarja. Castilia 21 ezer emberével. Mondjuk az nem rossz. Nekem jóval több van, csak nagy részük most nincs itt. Közben elkészült a fegyóm. És ez egy egész jó fegyver lett. Ez a magyar harci fokos. Prowess plusz 7, injury 6, knight fezet plusz 8, ahelyett Prowess 11, number of knights plusz 2, enemy casualty plusz 12, vagy valahogy így. Szóval ezt én köszöntöm szépen, megköltöm a szövetséget az öcsémmel. És akkor amint lehet, lehet diszbandolni a sereget. Végre megyek majd vadászni is. Jó, szerintem ennyi volt amúgy a nehéz része ennek az uralkodásnak. Most már csak arra kell koncentrálni, hogy gyakorta menjek vadászni. Az, hogy 22 experience-en indulunk, az nem rossz, mert az már szinte félúton van az első tréthez, a másodikhoz meg negyed úton körülbelül nagyjából. Úgyhogy igaz, hogy én visszahúzódó vagyok, de én nekem ez az a hely, ahol jól érzem magam. A vadászat. Ott kint a szabadban, a természetben. Ez a lore oka az egésznek. Közben ezeket a területeket lehet még tovább fejleszteni, amíg még nálam vannak. Főleg Székesfehérvárt, mert arra ráfér. Itt az érdekel, hogy te... Neked lett-e örökösöd? Nem. Izsáknak még nincsen örököse. Meridának, Dénesnek sincsen, viszont legalább feleséget szerzett magának. És valahogy infirm létére szuper jó az egészsége. Szóval, GG. Akkoládok. Az akkoládokra régen néztem rá. És van két akkolád helyem is. De a borsot, farkasát pont nem tudom kijelölni. Acélkart ki tudok jelölni. Viszont a borsot, farkasa nem. A borsot, farkasát az annyira nehéz valamiért lepótolni. Nem tudom, hogy mi kell hozzá. De láthatóan akármi is kell hozzá, az nincs. Az nem már rendelkezésre. Amit lehet csinálni az az, hogy egy másik akkoládot fogok előhozni. Champion of the Orchid, Knight of Dominance. Csak a borsod farkas a hármas szintű. Azért gondoltam arra. Max size of Spearman Regiment plusz 2 például. Például az nem lenne rossz. Az kell, hogy Valiant legyen a vitéz, akit kinevezünk. Vagyis Valiant, és a Valiant, hogy lesz valaki Valiant. Na, ez nem derül ki. Ez nem derül ki. Ezen javítottak ezen a képernyőn, ezen a UI-on, de nem eleget. Sajnos nem eleget. Itt nagyon, nagyon sok munka lenne még vele. Na, nézzünk rá a court pozikra. Megvan a plate armor, és szerintem azt jelenti, hogy befejeztünk minden lehetséges innovációt. Igen. Jó, cool. Akkor itt végeztünk is. Még majdnem 100 év van a játékból, de megvan az összes innováció. Szóval, kell egy court physician. Hídervári Ödön lesz az. Egy karavánmester, Feodóra. A szoptatós dajka, Viola. Az udvari tanító, Erzsébet, a hugom. Hugom, nővérem? Testvérem. Az itál kóstoló, Nikita Feraknyomovics. Meglepedésemre Emma császárnő eljött a kopjatörésre, hogy találkozzon a fiatal lovagjaimmal. Sokáig beszélgettünk, rámutatott pár dologra, megköszöntem neki ezt az egészet. Oké. Ez így ennyi. Köszönöm, nagyon kedves vagy. A lovakmestere Sándor,
Csak simán, Sándor. A királyi építészünk az a horvát király, mert hogy van egy horvát királyunk, akivel úgy barátkoznom is kéne. A Hájalmoner az Ágoston pátriárka. A italhordozó az Muttarif of Kratto, aki egy acclaimed lovag. Egy court jester nincs. Court musician, a zenész az Bernard Dávid, szintén az egyik lovagom. Legyen egy bodyguardom, szintén Sándor. Ő csak Sándor. És Nikita Feofilaktovics pedig a személyes bajnokom. Jó, legyen még egy bodyguard. Imobach Afur. Nem bízom a magyarokban, azért ilyen fura nevűeket nevezek ki. Nem sikerült? Nem sikerült rájönnöm? Vagyis hát... Ugye most az van, hogy mit gondolok apámról? Has happened, elvesztettem a Shadowfame Twilight-ot, és lehet átmehetnénk Shadowfame Dawn-ra, vagy pedig a Duskra. Ugye az egyik az az, hogy magasabbra lövök, mint az apánk, vagy pedig alacsonyabbra. És én azt mondom, hogy rám jobban fognak emlékezni, tehát nem úgy fognak emlékezni az apámra, mint hogy én vagyok az ő fia, hanem úgy fognak, hogy ő az én apám. Hozzám fogják viszonyítani, mert én leszek a viszonyítási pont. Oké, neked... mit akarok? Svejelni akarlak? Meg majd megtanulni a nyelveden. Egyszer csak. Essential Proposal. Lefekszem Emmával. Hát, ez nem tudom mennyire inferno ez a dolog. De oké, szeretők is lettünk. Hát ez fantasztikusan alakul. Kéne egy fiú trónörökös, szóval ilyen szempontból... Ja, van ezzel még meló. Maradjunk annyiban. Nagyon sok külbirtokon van amúgy. Ugye itt van ez a Pinskben, van egy földem, vagy hát van vazallusom Tverben, ott lakik Alajos. Ó, Alajos ráadásul. Ó, Alajos. Akkor azt a rész is megkapta Monténia. Ezért nem kell... Tudtam, hogy van valahol. Még Kalaresihoz tartozik még rész. De jó, akkor Monténi egy elég nagy terület, de szövetségben vagyunk, szóval se bú, se kár. Aztán vannak Rómában földek, vagy hát Róma mellett. Ki mellé akarok állni? Emese hercegnő, vagy igen, hercegné, vagy Kujava hercegné. Mind a kettő fontos, csak Emese kb. Két napon meg fog halni. Úgyhogy inkább én Kujava mellé állok. Jó, tehát itt vannak földjeim, aztán természetesen Spanyolországban. És lehet, hogy csak ennyi. Lehet, hogy csak ennyi. Ami azért még mindig elég szép. Szerintem. Can use the restore accolades decision. A pápa írt nekem egy verset. Ó, oh, de kedves. That Emperor of Hungary, men need not fear as lives depart, though it may tear their greaves apart, and when it final hours nears, wonder will life echo through the years. Milyen szép vers, harmadik Viktor pápa. Nagyon tetszik. Láttam, hogy komolyan gondoltad. Fucking hell. Durva, hogy a pápa, pont a pápa. Miért pont a pápa? Na mindig, a pápa írt nekem egy verset. Szóval... Melyiket tudom... Na, restore accolades, send the herald, talán most a borsod farkasát vissza tudom állítani. És csak most látom, hogy nekem van itt egy perk pontom. Truth is relative, like weeds, legyen a like weeds, mert ezeket most kell még kihúzogatni. Ezeket a fertility perkeket, jó hamar. Tessék, Ermi Mikhail Ermi lett a borsod farkasa. Ilyen. Közben Ilona lopott tőlem valamit. Ja, azt is szokták csinálni. Az öreg Emese Andalúziából, ugye valahol Szeglővégről rokon, neki a nagyapja volt Imre, meg a Velszi király. Kihívott egy sakjátszmára, és mindenképpen elfogadjuk. Tényleg öreg, 66 éves, de ennek ellenére megvertem őt ebben a meccsben. Juhú. Szerintem ez jó volt. Szerintem megérdemelten győztem, és nagyon jó taktikát alkalmaztam. Ellentétben ellenfelemmel, Emesével, aki egy rossz buta kakafej, és rossz taktikát is alkalmazott ő. Mehetek vadászni? Hunt
Plant Hunt, Falconry, ez a Legendary sose fog már kijönni. Nem tudom, lehet, hogy meghallgatást kéne tartanom, és akkor kijönne? Mert ez nem szokott kijönni. Nem tudom, mikor láttam, mikor hallottam utoljára arról, hogy hogy van valahol egy legendás állat, amit láttak. Megöltem a bestiát, és ő kapta meg a healing watert, down to earth lettem, plusz 2 learning és medium boost az élethez 5 évre. Mondjuk a medium boost annyira szerintem nem fontos, de a másik az nagyon jó, közben az elemért kiátkozták az egyházból, nem tudom mit csinált. Hát deceitful, ennyi. Meg van egy háborúja is. Megyek itt Bácson, és akkor megérkezek Kevébe, ahol gondolom most várnom kell sokat. Mennyire szún? 9 hónap. Igen, a szokásos 9 hónapot kell kivárnom itt, amíg mindenki megérkezik. Persze ez azért is van, mert sok mindenkit hívtam. Tehát, hogyha úgy mennék, hogy csak elviszem, mit tudom én, a rokonaimat, vagy az udvaromat vinném csak el, és nem hívnám a különböző nemeseket, akkor a sokkal egyszerűbben menne. Oszkárt is megkiátkozták. De miért? Miért csinálja ezt a pápa, hogy elkezdte kiátkozgatni a frissen kinevezett hercegeimet? Ez nem cool. Ja, a Kanári szigeteket nem soroltam fel az előbb. Oké, még egy lányom született, ezúttal Camilla, aki szintén lány. Ez még mindig nem az igazi. Diplomatic incident. A pápa nem az vagyok, akire gondolt, hogy vagyok a pápa. Mi? Csalódott bennem a pápa? Oh no, csak azt ne. Akarok-e angol királyt férjül a hugomnak? Aha, mehet. Így viszont azt hiszem elvesztem az egyik udvari pozíciómat. Kapok a feleségemtől egy rózsát. És megint össze... Nagyon-nagyon tombol ebben a emberben. Hát 20 éves, persze, hogy tombol benne a libidó, de nagyon-nagyon durván. Nagyon kemény. Mármint az kemény, hogy tombol benne a libidó, semmi másra nem utalok most ezzel. Na ezúttal Hédervári ödönt hagytuk ott a szarban. Csóresz. De ezúttal nem sikerült levadász, amit le akartam. Akkor azt hiszem nem jár ezért 22 XP, talán csak 11. 4! Oh, wow. Várj, hogy is van? 15? Na, 15 az jó. Az jó a 15, a 15 XP. És akkor szintet is léptem, 2300 prestige-en van már. A Hunter az pedig közeledik az első szinthez. Az első szinten ad plusz egy stewardship-et, plusz egy learning-et, ez a plusz egy stewardship-er én így benevezek, ezt is szeretném. Miközben a húgom létrehozta a visszai házat. Ahol ő most a háznak a feje, de ugyanúgy a Szentgyörgyi dinasztiához tartozik. Jó, meglett az eredmény az avarban hempergőzésnek. Avarban? Nem egészen, inkább sárban, mert tavasz van. Mert jön a következő kis babóca. Nem azt mondom, hogy most már legyen fiú, de most már akár lehetne is fiú. Hogy milyen nemű, és hogy mit akarnak azok a lázadók, akik most jöttek elő, az kiderül a következő epizódban. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi voltam mára. Sziasztok!